Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol van egy speciális vendégem a ti kérésetekre. Ne neves már ki. Nem nevetlek ki egyáltalán. Akkor köszönj be. Sziasztok. És ebbe a videóba egy olyan dolgot fogunk csinálni, amit fogalmam sincs, hogy láttam-e, vagy kipattant a fejemből, gőzem nincs. Exotikus gyümölcsöket fogunk kóstolni, és Bence csak ennyit tud az egész történetről. Én vásároltam egyedül, úgyhogy neki fogalma sincs erről. Tudsz-e mondani exotikus gyümölcsöt? Alma. Én azt sem tudom, mire számítsak szívem, úgyhogy én csak mondtam, rád bízom. Lehet, csináljuk is. Most nem tudom, mit fogunk csinálni, de csináljuk. Benne vagyok bármiben. Mutatok neked egy egzotikus gyümölcsöt. Ez mi? It's a mango! Ezt egyébként csak azért vettem, mert nagyon szeretem a mangót, és ez azért egy egészen nagy méret, és több puha, tehát már lehet is enni. Jaj, nagyon izgi! Azt sem tudom, melyikkel kezdjem. A lényeg az, hogy ezen kívül azt hiszem, hogy 5 dolgot vettem, amit meg fogunk kóstolni. Ebből van olyan, amit én egyébként rendszeresen eszek, mondjuk így havonta azért előfordul. Nem tudom, hogy te kóstoltad-e már őket, vagy nem. Itt tök érdekes azért az is, hogy egy lány és egy fiú, nem tudom, hogy számít-e egyébként így ízlelésbe bármit, de ez is egy szempont, és ezt első körnek tervezem, tehát hogyha fog nektek tetszeni, akkor csinálunk belőle egy második részt, amiben ennél még egzotikusabbak lesznek, ezt jól megmondtam. Úgyhogy ez az első, ez az alapkör. Jó, kicsit izgulok egyébként, de be van dugva a mikrofon, egyébként fog működni, minden oké. Okay. Kicsit stresszelek, ne haragudj, de most rám jött a para. Minden oké, okay, vajon a felvétellel? Minden oké. Okay. Nem állna, ne szórakozz. I have all my fingers, nagos, csap, csap, csap. Igen. Az első kör, aki ennyiből tudja, hogy mi, az kap egy pontot. Ez micsoda? Licsi. Nem ettél még licsit? De én nem láttam sosem így a héját, meg így a... Hát mert anyukád neked megpucolja. Igen. Hát ez nagyon durva. Szóval, legegyszerűbb, hogyha úgy pucolod meg, hogy ezt a kis, nem tudom én miért. A szárát. Igen, ezt lemozdítod, és nézd csak, van itt egy tányér, mire tudsz pucolgatni. És akkor szépen lehámozod. Aha, így már ismerősen. És akkor innentől igazából csak annyi a dolgod, hogy a kis gyümölcshúst megeszed a mag körül. Miért nevetsz ki? Nem folyik. Akkor valami nagyon különleges ember vagyok, mert nálam meg folyik. Nagymama nagyon szereti. Szóval, gyorsan erről. Behatárolni az ízét szerintem egyébként nem lehet. Az állaga az kicsit ilyen rugalmas, de kicsit kocsonyás. Tudod valamihez hasonlítani amúgy? Hát, nem. Édes, és az állaga igen, ez a kocsonyásabb. Talán amúgy azt lehet mondani, hogy azért ezt nem vegyétek 100%-ra, de minthogyha sokkal tömörebb narancs lenne, és az a kemény fajta. Itt a mag. Ezt egyébként szinte bárhol be lehet szerezni. Tehát a nagyobb bevásárlóközpontokban is szokott lenni. Értékeljünk! Egyébként én szeretem az ízét, meg tök jó, meg tényleg egzotikus. Szerintem nekem volt is olyan teám, amiben volt licsi. Uh-huh. Biztos, hogy volt, emlékszem. A licsis golyócskát egyébként én meg hát igen, szeretni. Licsis golyócska is van. 3, ami nálam egy olyan érték, hogy igen, egyébként fogyasztom, szeretem, de amúgy nem halok meg, ha minden nap nem eszek. Ha már említetted a teát, akkor a következő kis gyümölcskénk. De sőbetszett, ja.
Miért van víz előttünk? Emiatt. Ez mi? Ez narancs? Mini narancs? Hát ez az, ami mint összetevő egyébként névváltoztatáson ment át. Ugyanis ez a kumquat. Ez? A törpe mandarin. Aha. És ízben? Ízben kérlek szépen, ezért, azért van itt a víz, mert ugye ez a törpe mandarin a citrusfélék közül az egyetlen olyan, aminek meg lehet enni a héját. Micsoda? Ezt így megehetem? Igen. Viszont... De olyan íze... De már... Nem. Stroke-od van? Elméletileg, aha, ketté vágod. És sikerült is az összes magot kifognom egyébként. Na lássuk, hogy igen. Úgyhogy egy kicsit neki. Aha, az egyben semmi mag nincs. Igen, így néz ki. Nem tudom, látjátok-e, hogy szokták a beauty guruk így. Így. És hallod, szerintem be is fogta. Na, szóval, hogy ezt én egyébként bekaphatom egybe? Igen. És meg mostad? Meg. Akkor igen. És akkor meg tudom enni, és akkor... Uh-huh. Fancy amúgy, mert... Nagyon jó! A belseje az tökédes, a külsejének megvan az a narancshéj íze, de közel sem annyira, mint egy rendes narancsnál. Nagyon furcsa, hogy olyan kb. Az íze a külsejének, mint a narancsnál, de megengedi magát, tudod? Uh-huh. Tehát a narancsnál tudod, ilyen rágós lesz. Hú, ez inkább citrom volt. Tehát a narancsnál rágós lesz, nem engedi magát, küzdened kell vele. Ez meg konkrétan, hogyha erősebben ráharapsz, akkor mi az? Mert te próbálgattad ennyire a narancsnak a héját, hogy mennyire kis... engedi magát, mennyire... Tudtál, nagyon piszkálom is kedvedbe vagy, Rebeka. Igen, kiskoromban próbáltam. A Rebeka és az öccse az egyetlen a világon, akik mikor kajálnak és mondani akarnak valamit, akkor így jelzik, hogy akarnak valamit mondani. Nincs még egy ember ilyen a világon. Írjátok meg, hogy de van ilyen, és mások is csinálják ezt. Miért nem mondjátok egyből? Mert még tele van a szám és rágok, viszont szeretném jelezni, hogy most én jövök, és figyelj, már valamit mondok. Kényelembe helyezted magad? Uh-huh. Nekem 4 pont. 4. Nem bánom, hogy picit savanyúbb lenne. Nyilván nem citromról beszélünk, de szeretem, hogy a savanyú valami. Fogd meg. Hú, de könnyű. Ez miért ilyen könnyű? Azért, mert nagyon szivacsos a héja. És belül... Ne dobáld! Úgy örültem, olyan szépet találtam, erre te itt megcsonkítod. Ezeket, amikor szupermarketben próbáljátok megvenni, akkor kettessével csomagolva lehet kapni, és általában ilyen összeszottya, tráncos kis bőrű héjúakat kaptok. Nem tudod akkor mi ez? Nem. Marakuja. Passió gyümölcs. Nem rémlik? Hát tudom, mi az a marakuja, de mármint, hogy névről ismerem. Nem. Rebekának az egyik kedvence, és pont mondtad az előbb a savanyúságot, na hát ez savanyú lesz. Nem csak a maga. Hú, nehezen adja meg magát. Wow! Ennek a belseje az konkrét tapony. De szépen vezetted fel, annyira nem számítottam erre. Az illata is fantasztikus, az íze is az, és nagyon kemény, nagyon kemény magok vannak benne, eww, amit konkrét takony vesz körül. Disgusting! Disgusting! De annyira finom! Imádom, amikor ezt mondod. Ezt kanalazni kell? Igen. Itt van a kis kanál, és akkor kiveszed a kis taknyot, és van. És ketté haraphatom a magot? Fúj, de jó. Fú, de savanyú. Imádom. Ezt egyébként magába enni is nagyon jó. De
joghurtba rakva is olyan finom. Mikor a szádba veszed, akkor kivi hatás éri az ízlelő bimboidat, és utána egyből két másodperc is átvált. És ilyen savanyú szinte már szúrós ízt érzel a szádba. Viszont van a kettő közt van egy olyan íz, ami behatárolhatatlan, tehát igen. Ami miatt ez végül is az, ami. Fejed ropog konkrétan, amikor ezt... Uh-huh. Azt hitted mi? Most hányan elejtették a telefont? Tényleg oda dobtad volna. Hogyha tudnál úgy célozni, meg nem lenne rajta izé. Mikrofon. Mikrofon, hogy pont felette eldobni. Ne! Miért? Ne dobáld. De miért? A licsivel dobálózzál, ne azzal. Ő a következő alanyunk. Kicsit birsalmás beütése van, de nem az. Tudjuk mi? Gratán alma. Ez itt guava. Közönséges guava. De őszintén megmondom, hogy ilyet még én se ettem, úgyhogy félbe várom. Én se, azt tudom, hogy mi ez. Először is. Alma belülről. Hát ez nekem nem mondja senki, ez alma nagyon elvonatkozik. Alma illata van. Tehát ha nagyon sarkalatosak akarunk jönni, akkor körte. De hogy így illatra egyáltalán, de. És a közepe nagyon kemény a magos rész. Azért te biztosra mész? Aha. Mert? 3, 2, 1. Magba beletörik a fogad. Hú, vakru. Oké, befőzve mehet a mag, nyersen viszont. Szóval, ha bár kinézetre almának néz ki a belseje, egyáltalán nem olyan ropogós vagy zamatos, könnyen meg a gyogát. Még puhább, mint a körte, inkább így mondom, mert a körtén is, hogyha azért normálisan... Olyasmi. Igen, íze nem ízlik nekem. Olyan... Nem utálom, de nem ízlik, tehát nem mondom azt rá, hogy úristen. Ilyen picike alma beütése van, de csak nagyon pici, viszont olyan se ízű. Neked bejön? Nem fogok újat venni. Nekem sem. Hát mivel 5-ös skálánk van, így egy. Nekem is egy. Többet akartam volni, de nem érdemel többet, mert nem, egyszerűen nem ízlik. Pedig én aztán tényleg nem vagyok válogató. Hezitáltam, hogy mi legyen a következő. 5 plusz egy ráadás, és akkor most jön a ráadás, mert ez nem gyümölcs. Ez micsoda? Ez egy uborka, aminek tüskéi vannak. Elmondtad a nevét. Tüskés uborka. What? És ami nagyon érdekes, hogy ez magyar gyártmány. Azt mondta nekem a zöldségesbe a néni, és itt elmondanám nektek, hogy múltkor valaki elmondta nekem, hogy az nem néni, mert tök fiatal. Tudom, viccben mondom, nyugi, azért hülye én se vagyok. Úgyhogy a néni azt mondta nekem, hogy kanalazni kell, és ezt is ugyanúgy, mint a marakuját lehet tenni joghurtokba, salátára, akármire igazából, de hogy egyébként uborka íze van. Úgyhogy, és amúgy szúrósak ezek a kis rok rajta, de tényleg, úgyhogy félbe is vágom. Jó néz ki, nagyon belülről egyébként. Ez totál uborka. Igen. Tehát annyi különbség van az eredeti... What? Hát ízre nem. Majd mindjárt megnézzük. Úristen! Nem nézzük meg? Nem nézzük meg. Szóval, hogy illatra totál ugyanaz, Bence az már rosszul van. Hallod, ez borzasztó, olyan, mintha mérgezett lenne. Ez komolyan mondom neked, ez nem keserű, hanem ilyen... Na majd mindjárt csekkolom. A szívem, itt mindenki előtt, csak az első reakciót, csak a nyelved érintsd hozzá.
Ugye? Gyerekek! És érted, hogy mire mondom azt, hogy a mérgező lenne? 10-szeres tonik. Óha, de rossz! Ugye? Megkóstoljuk? Ezzel az egy ízzel vannak bajaim, a keserűvel. De ez nem, ez már nem keserű, ez ilyen... És hallod, illatra semmi, ez ekte uborka, vagy nyilván tüskés uborka, de ízre köze nincs. Hú, oké. Okay. Ugye, hogy olyan, mintha mérgezett lenne, tehát ilyen... Nehogy azt mondd, hogy ezek után meg akarod kóstolni. Nem kóstolja meg senki. Meg akartam próbálni, hogy hogy jön. Képzeld el, ha felvágtat volna és megettünk volna egyet. Írtó keserű. Borzalmas. Ez kap egy mínusz ötöt, és nem is postoljuk meg, és nézd meg, még össze is szurkálta a kezem. Tehát ez jó, a másik, a guava, az azért egy, hogy ha nagyon kedves vagyok, kettő, mert az nem ízlik, de egyébként nincs bajom vele. De ez valami, nem undorító, de ez valami... Hú, isi. Na jó, és akkor az utolsó delikvensünk. Nekem ő a kedvencem egyébként ebből a körből. Úristen, ezzel fogok álmodni ezzel a tüskés zével. What is this? Pumbia? Pumba? Bumba? Pumba? Őt kérlek szépen úgy hívják, hogy Fiszalisz. Paradicsom. Nem paradicsom. Fiszalisz, vagyis földi cseresznye. És még mielőtt nagyon elkezdenéd piszkálni, szeretnék mondani pár információt. Hoppá. Csésze eltávolítása után a magokkal együtt nyersen eszik. Az éretlen termés és a lámpionszerű burok mérgező. Úgyhogy legyél kedves leszedni a burkot teljesen. Ez a cucc körülötte mérgező? Jó. Mármint, hogy a Wikipédia szerint, aztán a fene tudja, hogy... De hogy mérgező? Tehát úgy mérgező, hogy meghalsz, hogy kifosat. Mert nem mindegy. Hát végül is ezt akkor így, ahogy van, megehetjük. 3, 2, 1. Hát... Nekem ez amúgy bejön. Nekem ilyen 3-as. 2-es. Nekem egy 4-es azért. Nekem nagyon semleges. Vagy legyen édes, vagy legyen savanyú. Hát, nem tudom, nálam az uborka úgy kiverte biztosítékot. Igen. Ha valaki kóstolt már jó szúrós uborkát, akkor mondja el, hogy mit rontottunk el. Vagy nem tudom. Szóval ennyi lett volna ez a kis kóstolás, értékelés, bemutatás. Remélem, hogy tetszett. Reméljük, hogy tetszett nektek, és szeretnétek második részt. Mert attól függetlenül, hogy olyanokat kóstoltunk, ami viszonylag még hétköznapi, szerintem így is voltak meglepetések. Úgyhogy ha szeretnétek még, hogy legyen és tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy nagy lájkot, iratkozzatok fel rám, ugyanis hamarosan meg lesz az a 100 000. Bencére is iratkozzatok fel. De nekem hamarosan meg lesz az. 500 000, nagyon durva egyébként. Instán is kövessetek be minket, és írjátok meg kommentben, hogy ti melyiket kóstoltátok már, vagy melyiket kóstolnátok meg, kinézetre melyik tetszik. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha szeretnétek, hogy Bence itt legyen még velem, akkor ezt is jelezzétek nekem komment részlegbe. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, a következő videóban találkozunk. Még a kamera is el. Sziasztok! Sziasztok! Nem, ha vissza, mert ideges leszek, he? Na.